A szezon utolsó felkészülési mérkőzését játssza a csapat július 20-án 18 órakor a szombathelyi fantasztikus stadionban, és erre nagyon-nagyon várjuk a szurkolókat. Egy olyan csapat ellen játszuk, különösen büszkék lehetünk arra, hogy az egész felkészülés során csak nemzetközi mérkőzést játszottunk, és most talán az utolsó mérkőzésen a lehető legerősebb ellenfél ellen, a Sivasspor, aki török első osztályú csapat, készülnek a török kupára, és nekik is az utolsó felkészülési mérkőzésük. Úgyhogy várjuk szeretettel a mi szurkolóinkat, török szurkolók is előfordulnak, és azt tudjuk, hogy mennyire nagyon szeretnek szurkolni, és mennyire szeretik a futballt, és szeretik a saját csapatukat, úgyhogy valószínűleg itt lesznek, és nagyon jó hangulatot tudnak biztosítani, de nagyon számítunk a mi saját szurkolóinkra, akik nélkül a következő szezonban sem tudunk érzésem szerint eredményesen szerepelni, úgyhogy nagyon-nagyon kell, hogy itt az utolsó felkészülési mérkőzésen még egymásra találjon a csapat, és várjuk, hogy igenis vegyék meg a jegyüket majd a bajnokságra, és vegyék a bérleteket, mert ezzel segítik a csapatot. A törökökről talán annyit, hogy tényleg egy nagyon-nagyon extra, nagyon jó csapattal fognak most is ellenünk is kiállni, és nekem pedig a gyerekkoromban is már az ifi válogatottal már tudtam szerepelni törökök ellen, és megéreztem ott a 50 ezer néző előtt milyen játszani. Aztán a édesapám a Fenerbahcséhoz került, úgyhogy megvan ez a török vonal és a török szeretet. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, amikor holnap összefutunk majd itt a török vezetőkkel, játékosokkal. Úgyhogy biztos, hogy egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés lesz. Az apu török szövetségi kapitány is volt különben, ami ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon jó emlékei vannak az édesapámnak is, azt hiszem, hogy a török futball szerető embereknek is, úgyhogy egy nagyon izgalmas nap előtt állunk, ami a július 20-ai mérkőzést illeti.